Ami a születés és a halál körül játszódik, az mind misztérium, írja Jókai Anna, magyar író és költőnő. Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, talán mindannyiunk szívében egy kicsit közelebbi téma lesz a szülés és a születés. Ennek csodájáról fogunk beszélgetni most vendégemmel, Puroszné Nagy Magdolnával, aki perinatális szaktanácsadó és dúla. Szervusz Magdi, köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Hogy érzitek ilyenkor karácsonyhoz közeledve a most dolgozó kismamákkal, akikkel együtt működtök dúlaként, ugye elég sok kismama életére látsz rá, hogyan hat az ő kis lelkükre a várakozása maga az advent, a karácsony időszaka? Az adventi időszak az csodálatosan rárémel a várandóság, mondjuk harmadik trimeszterére, akik már ugye közelebb vannak a szüléshez, ugyanígy egy várakozásban, hangolódásban vannak, és ugyanaz, ami így a természetben megfigyelhető, hogy befelé fordulás, tehát ugye az emberek, a természet, a növény, állatvilág, minden ugye befelé fordul. Úgyhogy ez így nagyon passzol ide, és egy nagyon csodálatos időszak. Nyilván a várakozásnak megvan a maga misztériuma is, de az, hogy ez egy belső történés, és önmagunkra többet kell figyelni, az itt még inkább felerősödik. A te hivatásod egy része a dúlai hivatás. Erről talán nem sokan tudnak még annyira részletesen, bár szerencsére egyre többet hallani a dúlák feladatairól, hogy mi a ti szerepetek a várandóság időszakában. Hogyan kell elképzelni a szülés kísérést, illetve a várandóság kísérést a ti perspektívátokból? Először is azzal mondanám, hogy mi nem a dúlaság, mert hogy nagyon sok tévhit kering, szóval, hogy a dúla nem bába, és nem feltétlenül csak otthon szüléseket kísér, vagy vezet, vezetni végképp nem vezet. A dúla nem is egészségügyi szakember általában, hanem egy pszichés érzelmi támaszt nyújtó nő, aki a szülésnél a kismamát, az édesanyát segíti. És igaz az, hogy régen otthon szüléseknél voltak leginkább dúlák, de mivel manapság a nők nagyon nagy része kórházban szül, ezért kórházakban kísérünk leginkább. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy nem a helyszín a lényeg, hanem mindig az anya. Tehát az anya megkeresésére, anya meghívására érkezünk a szülésre, illetve már a szülés előtti időszakba és a szülés utáni időszakba is, mert hogy ez egy folytonosság is, ami így a magyar egészségügyi rendszerben nincs meg egy más szakmában sem. Tehát, hogy a várandóságot is végigkísérheti a dúla, különösen az elejétől már, felkeresik. Ott van a szülésnél, és ott van a gyermekágyas időszakban is, sőt, még nagyon sokszor ennél tovább is kísérheti az édesanyát. A várandóság alatt alapvetően segítő beszélgetések, felkészülés, hangolódás a szülésre, és mivel minden nő más, és minden nőnek más is lesz a szülése, ezért maga ez a hivatás, ez a munka is nagyon egyéni és személyre szabott. Tehát attól függően, hogy annak az édesanyának milyen nehézségei vannak, mi az, amiben támogatásra szorul, abban támogatjuk, segítjük. A szülésnél egy támogató jelenlét, aminek nagyon nagy jelentősége van, mert hogy folyamatos jelenlét, személyre szabott gondoskodás, és hát még a legoptimálisabb esetben is az egészségügyi szakszemélyzet sajnos ezt nem mindig tudja megadni, mert műszakváltás van, esetleg túlterheltség. És ez a fajta jelenlét és személyre szabott gondoskodás nagyban növeli az édesanyának a biztonságérzetét. És hogyha a biztonságban érzi magát, és nagyfokú bizalommal van a kísérőivel, és nyilván a szakemberek iránt is, akkor sokkal jobban és könnyebben halad a szülése is. Nyilván ez egy csodálatos dolog, látni valakit, kísérni valakit ebben az úton. Nagyon sokszor egyébként egyáltalán nem látványos dolog az, amit egy dúla csinál, mert lehet, hogy csak azt látják, hogy ott van, de igazából a vajúdó kismamának, meg így a nagyon nagy biztonság tényleg. És vannak olyan édesanyák, akiknek a szülés utáni időszakban esetleg még nagyobb támogatásra van szükségük, nagyon egyedül vannak, úgyhogy létezik ilyen gyermekágyas dúlaság is, sőt vannak olyan dúlák, akik csak ilyet tudnak vállalni. Szóval, hogy ilyen nagyon szépen végig íveli ezt az időszakot, ezt a korszakot.
és te nem csak azokkal az édesanyákkal dolgozol, akiknek te kíséred végig a várandóságát, hanem kifejezetten létrehoztál egy olyan szülésfölkészítő tanfolyamot, amin nekem is volt alkalmam még évekkel ezelőtt részt venni, és teljesen más fókuszú, mint amire az egészségügyben helyezik a hangsúlyt, tehát amellett, hogy megkapják a kismamák az egészségügyi ismereteket, amiket úgy szükséges, a lelki támogatás is nagyon fontos ezen a felkészítőn, amivel te foglalkozol. Mit tapasztalsz, mik azok a leggyakoribb félelmek, amikről itt mondjuk az édesanyák számot tudnak adni, és mivel tudtok segíteni ezeken a félelmeken? Ezek mindig kis csoportos foglalkozások, és nagyon nagy önismereti jellege van, mint hogy az egész szüléskörű időszaknak nagyon nagy önismereti jellege van. Úgyhogy az információ átadáson túl mindig az a fontos, így nekem is, hogy mindenki így megtalálja a saját útját a szülésre való felkészülésben is, és a szülésénél is. És nagyon fontos kiemelt téma az esetleges szorongások, félelmek átbeszélése. Egyébként nagyon sokszor már csak az, hogy erről lehet beszélni, vagy az a tapasztalat, hogy mások is éreznek így, vagy gondolnak ilyen dolgokra, az már nagyon-nagyon sokat segít. Hát az utóbbi néhány évben nagyon bővült úgymond a tárháza így a félelmeknek, szorongásoknak, mert nagyon sok változás volt, ami így érintette a kismamákat. Nyilván itt volt a pandémia, és ez a helyzet a maga bizonytalanságával. Ez egybeesett az új egészségügyi törvénnyel, a szülészetek felújításával, aztán most tavaly óta azzal a bizonytalansággal, hogy már nem biztosított az, hogy egy választott orvos vagy szülésznő jelen legyen. Tehát csak akkor lehet jelen választott szakember, hogyha ő éppen dolgozik, ügyeletben van. Úgyhogy ez még tovább fokozta a bizonytalanság érzetet és a félelmeket, és akkor még hozzáteszem azt, hogy egy olyan világban élünk, amikor nagyon sok az egyébként is a félelemkeltés. Ezt így nem csak a COVID kapcsán tapasztaltuk, de ha azt mondom, hogy egy várandós nő a 9 hónap alatt hányféle vizsgálaton esik át, és mi mindenre kell elmennie, és a terminus felé közeledve is nagyon-nagyon sokszor ellenőrzik, ez azt hozza magával, hogy veszély lehet, ha erre nem megyünk el, ha ezt nem csináljuk meg, úgyhogy nagyon sok ilyennel is találkozunk. És hát sajnos tényleg azt tapasztaljuk, hogy nincs elég idő a kismamáknak a lelkére, és nyilván nem is elvárható, amikor így pörögnek a kismamák egy várandós gondozáson is, hogy valaki egy órát is beszélgessen egy kismamával. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége van és lesz, és hogy mi az, amivel leginkább tudunk segíteni. Egyrészt ez a kapcsolódás másokkal, megosztani, megbeszélni a közös dolgokat. Nem biztos, hogy tudunk tuti válaszokat adni, hogy ezt így meg lehet oldani, vagy így el lehet mulasztani, meg nincs olyan ember, aki úgy megy szülni, hogy nem fél, akár anyadik babáját szüli. Tehát, hogy így mindig van ismeretlen dolog, és nem biztos, hogy a második baba ugyanúgy születik, mint az első, és a többi. Úgyhogy nekem leginkább az a meglátásom, hogy azzal lehet segíteni, hogy az anyákat, kismamákat, magukat megerősíteni. Tehát, hogy nem az orvosban kell bízni, hogy ott lesz és majd ő mindent megold, hanem önmagunkat. És hogyha önmagunkat tudjuk erősíteni, akkor bárhol vagyunk, bárhol szülünk. Szoktam viccesen mondani, hogyha egy lakatlan szigeten vagy, és éppen senki nincs ott melletted, és ott van az ideje, akkor ez a kisbaba akkor is meg fog születni. Nyilván nem ez az optimális, mert nagyon jó, hogyha van szaksegítség, de hogy ez egy nagyon természetes élettani folyamat. És hogy ezt hangsúlyozni, mert ez az, ami kicsit így elveszik manapság, hogy ez egy teljesen természetes élettani folyamat, és hogyha ez nem működne magától is, akkor már kihalt volna az emberiség, hiszen évezredek óta szülnek a nők. Természetesen hozzáteszem, nagyon fontos az, hogy ma már ennyire fejlett az orvostudomány, van császármetszés, mert hogy nagyon sok olyan komplikált esetet meg tudnak oldani, kisbabákat, anyákat meg tudnak menteni, akiket régen nem, és ez nagyon jó, de az egy kicsit így
józan paraszti ésszel is elgondolkodtat mindenkit, hogy hogy lehet, hogy már 50% fölötti a császármetszés arány. Mert ez biztos, hogy nem így van. Vagy hogy nem feltétlenül kell ennyi. Az egészségügyi világszervezet ajánlása, vagy javaslata szerint 10-15% az, amikor indokolt, és ezekben az esetekben nagyon jó és fantasztikus. Ezekhez a folyamatokhoz, amikről beszéltél, nagyon sokféleképpen közelítetek a kismamákkal, nem csak beszélgetés útján, hanem nagyon sok gyakorlattal úgymond készülsz ezekre az alkalmakra, és mind zenével, mind kézműves jellegű feladatokkal, amik segítenek a feszültség és szorongás oldásában, és hoztál nekünk egy-két példát erre, hogy hogyan lehet a gyakorlatban ezt megvalósítani. Igen, olyan példákat hoztam, amiket akár egy tanfolyam nélkül is egyedül vagy önmagában is tud egy kismama nagyon jól használni. Nekem egy kicsit viharvert ez a kártyacsomagom, ez a várandóság és szülés kártyacsomag, ami pozitív megerősítéseket tartalmaz ebben a babaváros időszakban, és mutatok ebből néhányat, aminek az a lényege, hogy tényleg így bizalmat és megerősítést sugároz. Például itt van ez, hogy megbízom a testem képességeiben a várandóság, szülés és szoptatás terén. És hogy ez a három esemény vagy időszak is így nagyon összefügg, és hogy ha egy kisbaba képes volt megfogadni, és befogadta az anyaméh, és ott 9 hónapig növekszik, óvja, védi és táplálja, akkor megszületni is képes, és a megszületés után a test, az anyatest az arra is képes, hogy táplálni tudja. És ez olyan csodálatos, hogy még egy császármetszés után is egyáltalán nem biztos, hogy nehézséget okoz a szoptatás. Aztán itt van ez, hogy a babám mérete tökéletes a testemnek. Nagyon-nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy azt mondják kismamák, hogy ultrahangon azt mondták, hogy hű, de nagy ez a baba, vagy hát nagyobb, mint amekkorának úgymond lenni kellene, de hogyha belegondolunk, nagyon széles spektrum az, ami normális, vagy hogy azt mondanám, hogy időre született kisbabák, úgy átlagban 2,5 kiló, 4,5 kiló között születnek. Tehát nyilván az átlag az 3-3,5 kiló között, de hogy így ezt érdemes elhinni, hogy a mi kisbabán kompatibilis a mi testünkkel, a mi medencénkkel, és hogy ez így van megalkotva. Természetesen vannak azért kivételek, de hogy az orvostudomány meg ilyen esetekben tud segíteni. Aztán egy ilyen nagyon egyszerű kártya, hogy a szülés természetes folyamat. Ebből a kártyacsomagból lehet akár minden nap húzni, vagy a szülés felé közeledve kitenni, nem tudom, hűtőmágnessel, hűtőre, vagy bárhová. Aztán van egy csodálatos másik kártya, ami már így az apákat is behívja a történetbe, mert hogy ők is várandósak, tehát hogy várják lélekben a kisbabájukat, és hogy őket sem szabad elfelejteni, és a kismamáknak is nagyon fontos az a fajta támogatás, amit a párjuk tudnak adni. Szeretettel és hálával fordulok a párom felé, aki támogat engem ezen az úton. Most csak néhányat emeltem ki ezek közül, és ide felé jövet arra gondoltam, vagyis még így az előző napokban, hogy kölcsön kérek egy olyan, hát nem is tudom mit mondjak, mert ez már szinte egy plakát, egy olyan mondjuk plakátot, amit egy édesanyja magának csinált. Kicsit ezekből a kártyákból, vagy azt gondolom, hogy ezekből a kártyákból is inspirálódva, hogy összeszedte magának azokat a pozitív megerősítéseket, ami neki igazán fontos volt, és a szülésre való várakozás idején megalkotta, és én biztatok minden várandós, hogy a szülés felé közeledve lehet ilyet készíteni, és lehet, hogy ez még klasszabb, mint amikor mások által írt kártyákat nézünk, mert ez tényleg nagyon személyre szabott, és ő mondjuk ilyen levéldíszekkel, de virággal, indákkal, mandalával, bármivel lehet egy nagyon szép színes képet csinálni, és ő azt mesélte, hogy ő ezt kitette a
talán a hűtőre, hűtőmágnesre, tehát hogy így napi szinten látta, napi szinten ránézett ezekre a pozitív megerősítésekre, és hát itt is vannak nagyon-nagyon klassz mondatok, például ez az ellazulok, erős vagyok, a férjem nagyon szeret engem, és a kisbabámat is neki, és ez mennyire fontos volt. Érzem az ősi anyai erőt. Ez egyébként kicsit ilyen misztikusan hangzik, de hogyha belegondolunk abba, hogy igazából mi is azért vagyunk itt a világon, mert az édesanyánk megszült bennünket, és a szüleinket, a nagyanyáink megszültek, és a dédnagyanyáink, ők nagyanyáink, tehát hogy hány nő és hány szülés van abban az élményben, hogy mi itt vagyunk, tehát hogy létezik egyfajta ilyen transzgenerációs örökség, ez egy erő, hogy a nők azok mindig is szültek. Csak segíteni kell nekik egy kicsit erre emlékezni ezekkel a technikákkal. Nagyon szépen köszönjük majd, hogy ezeket elhoztad nekünk, és megmutattad, és bízunk benne, hogy minél több kismama tud ezekből meríteni, és ezen gondolatok jegyében bátrabban neki indulni a saját szülésének. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legyenek nézőink legközelebb is. Viszontlátásra!